Sziasztok! A most következő videó témája az elengedés. Szakítás, válás, barátságok megszakadása, átalakulása, illetve az, hogy hogyan tudjátok ezeket a kapcsolódásokat, ezeket a nehéz helyzeteket a legjobban kezelni, hogyan tudjátok ezekben a helyzetekben megtalálni a fényt, és a leghatékonyabban átfényesíteni ezeket az élethelyzeteket. Legelőször nekem az jut eszembe, hogy mindig is utáltam azt, amikor azt hallottam, hogy engedd el. Nem tudtam vele mit kezdeni. Én bennem mindig az volt, hogy jó, de hogyan? És hogy ez nem tudom gombnyomásra megtenni, és csak jött föl bennem a értetlenség, a düh, hogy ez hogy lehet. És azt éreztem, hogy velem valami biztos nem stimmel, hogyha én ennyire béna vagyok, hogy ezt nem tudom meglépni egyik pillanatról a másikra. És baromira irigyeltem másokat, hogy hát, hogyha ezt ennyien mondják, akkor az biztos mindenki más a világban ezt meg tudja lépni. Úgyhogy én innen indultam, illetve onnan, hogy nem értettem azt, hogy miért kell rosszban lenni. Miért van arra szükség, hogy emberek úgymond összevesszenek, ne beszéljenek egymással, főleg, hogyha például két szülőről volt szó. De a régi barátságoknak a totális megszűnését, megszakadását sem tudtam értelmezni. Ez leginkább így a fiatalkoromra, gyerekkoromra volt jellemző, és hát akkor nyilván ez nem az én életemben jelent meg, hanem csak figyeltem a világot. És amikor én nekem kellett ebben szembenézni élesben, illetve két történetet mondanék most el, említenék meg a téma kapcsán. Az egyik történet az nagyon-nagyon fiatal koromhoz kapcsolódik. Az az első hosszú párkapcsolatom volt, ami még gimnazista koromba kezdődött el, egyetemista korom alatt ért véget, és ez egy eléggé nehéz kapcsolat volt. Nagyon-nagyon sok sérülésen mentem keresztül ebben a kapcsolatban. Én voltam ebben a kapcsolatban az, aki az áldozat szerepet betöltötte, és azért is fogalmazok úgy, hogy az áldozat szerepet betöltötte, mert most már valóban azt élem, hogy itt ebben nem volt hibás. Tényleg egy történetről volt szó, ami mindkettőnkből, és ez nagyon fontos, mindkettőnkből nagyon jó dolgokat hozott ki. Szerencsés vagyok, mert azt mondhatom, hogy a történet másik szereplője is törekedett arra, hogy meglépje önmagát, meghaladja önmagát, bele tudjon abba állni, hogy a szívbéli kapcsolat, az áramlás, a szeretet az megmaradjon. És ez nagyon nagy érték, és én ezért nagyon hálás vagyok neki. Viszont a folyamathoz és a történethez hozzátartozik az is, hogy ez tudott olyan ütős lenni, hogy amikor ennek a történetnek vége szakadt, véget ért, mármint a párkapcsolati résznek, akkor én nem tudtam ezt máshogy kezelni, mint hogy úgy, hogy valamilyen szinten hát elzárkóztam. Nem teljesen, tehát a szívemet nem zártam el, de nem akartam találkozni a másik féllel, mert nem éreztem magam elég erősnek. És ez évekbe telt, mire én azt éreztem, hogy megerősödtem, stabilizálódtam annyira, hogy ez ne jelentsen gondot, ne billentsen ki. És nem azért, mert az ember addig nem lép túl mondjuk a férfinői
szálán ennek a történetnek. Én már rég férhez mentem, rég újra szerelmes voltam, de még mindig fájtak valahol, mély rétegekben olyan dolgok ezzel a történettel kapcsolatban, amik miatt én nem éreztem magam stabilnak ahhoz, hogy beleálljak egy találkozásba. És igazából ezek akkor emelkedtek, meg akkor estek le rólam, amikor elkezdtem gyakorolni Anamival. Nem ez volt a gyakorlásom célja, ez egy nagyon-nagyon szerencsés és csodálatos mellékterméke volt a gyakorlásomnak, hogy ez a kapcsolat teljesen, és tényleg teljesen át tudott bennem fényesedni, és így egy igazán áramló, szívbéri kapcsolattá tudott átalakulni. És ahogy már mondtam, én nagyon hálás vagyok a másik félnek is, mert ő is nagyon sokat tett bele abba, hogy bocsánatot kért, hogy beleállt abba, hogy ő nem mond le a szeretetről. És adott esetben a gyakorlásba is beleállt, bár nem ebben a céllal. Úgyhogy ez egy nagyon jó történet, nagyon szerencsés történet, és nagyon nagy érték, hogy ez így tud most megjelenni a világban. A másik történet nekem a kisfiam édesapjához kapcsolódik. Ez egy házasság volt, 12 év, és hát a válási folyamattal, meg az ismertséggel együtt, hát van az 16 is. Úgyhogy nyilván ez egy másfajta, de nagyon-nagyon mély kapcsolat, amihez nagyon sok minden tapad. Nagyon sok jó élmény, közösen megélt dolgok. Elsősorban a közös gyerek, aki egy csoda. És hát nyilván a család illúziója, amit mi együtt képzeltünk el, együtt akartunk megvalósítani. Itt a válás és az elengedés az egy nagyon hosszú folyamat volt, viszont itt végig megvolt a kapcsolódás. Tehát itt nem volt olyan, hogy nem beszéltünk volna, hiszen ott volt egy gyerek. És hál' Istennek azért mindkettőnkben ott volt végig a szándék, hogy nem kell ennek úgy történnie, hogy az ember a gyereket az ajtóban átadja másiknak hétvégére, és hétvége leteltével visszavegye, hanem kerestük azt, hogy hogyan tud ez úgy áramlásba kerülni, úgy átalakulni, hogy ez egy támogató, nagyon szeretetteljes kapcsolattá tudjon válni, hogy ne legyen az probléma, hogy együtt hármasban továbbra is időt tudjunk adni a kisfiunknak, mert nyilván ez neki azért nem mindegy. Ne legyen az probléma, hogy az ember adott esetben beszélget a másikkal. Ne legyen egy születésnap probléma. Úgyhogy mi ezen nagyon sokat dolgoztunk, mindketten is. Itt is azt kell mondjam, hogy szerencsés vagyok, mert a másik fél, a kisfiam édesapja nagyon beletette magát a gyakorlásba. Úgyhogy ez a történet tényleg azt lehet mondani, hogy ha körülnézek a világban, ez nagyon ideálisan tudott alakulni. Nagyon szép és szívbélivé tudott alakulni. Nyilván zökkenők mindig lehetnek. Mindig lehet olyan, hogy feljön egy újabb réteg. És minden egyes válásnak, elengedésnek rengeteg rétege, fázisa van, rengeteg rétegben kapcsolódunk egymáshoz. Viszont én azt tudom mondani, hogy ebben az erőtérben, ennek az erőtérnek a segítségével újra meg újra lehetőség van arra, hogy ezeket a szálakat az ember a lehető legnagyobb fénybe vigye át. És hogy valahogy újra meg újra megálljon a szeretetben, hogy
csak a szeretet számít. És így nem kell, hogy igaz legyen az, hogy válni haragban kell, a haraggal lehet válni, csak úgy lehet, hogy ügyvédnek ülnek egymással szemben, megy a vita a váló per során, durván leszabályozott, láthatóságok vannak, a szülők nem beszélnek egymással. Nem kell, hogy ez igaz legyen. Lehet ez máshogy is, és én tapasztaltam azt is, hogy lehet ez máshogy is. Lehet szívben. Nyilván ehhez kell az, hogy az ember meghaladja újra meg újra önmagát, kell az, hogy ne ragaszkodjon az emberi kicsit játszmázós, húzogatós szeretethez, hanem próbálja megtalálni azt, hogy milyen az, amikor az isteni szeretetnek a minősége egy kicsit elér, kicsit megérkezik a lelkembe. És abból ránézni a másikra. Meglátni a másik lényét, csodáját. És ebből megtalálni azt, hogy mi van igazságban. És szeretnék még arról is beszélni, hogy van olyan is, amikor ez a nagyon szép áramlás, mert azért, ahogy hallgattátok, néztétek a videót, az előző két történetnél azért elmondható volt az, hogy kölcsönös volt a szándék a fényesítésre, arra, hogy ez tényleg szívben, szépen, áramlásban tudjon maradni. Van olyan is, hogy a másik fél szándéka más. Ilyennel is volt szerencsém találkozni, és valóban ez egy szerencse. Nagyon-nagyon nagy dolgokat lehetett átírni ezáltal a találkozás által. És azáltal, hogy el kellett fogadjam azt, hogy a másik fél úgy dönt, hogy ő elzárja magát. El kellett fogadni ezt a szándékot. El kellett fogadni, hogy neki így jó. Ne akarjam azt tudni, hogy neki hogy lesz jó. Én abban hiszek, hogy nyilván, hogy találjuk meg, hozzuk rétre ezt a szeretetteljes kapcsolatot, de van olyan, hogy a másik nem ezt az utat tartja magának megfelelőnek. És ki vagyok én, hogy megmondjam neki, hogy jó, vagy hogy csinálja. És ki vagyok én, hogy megmondjam az égieknek, hogy mi történjen. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz lecke volt az én életemben, de nagyon-nagyon sokat tanultam, és megtanultam úgy átfényesíteni magamban valamit, valakit, hogy tehát ez az áramlás, ez valahol vágva volt. Azt nem mondom, hogy teljesen, mert az örök lelkek szintjén ez nyilván máshogy van, de itt, a Földön, a jelenben ez valahol zárva, vágva lett. És azt tapasztaltam, hogy így is lehetséges. Így is lehetséges, és meg tud születni. Mert az én szándékom viszont ez volt. És az én szívemben meg tudott születni az áramlás. És rendben van. Jól van, múltba került, nem fáj. És valahol én azt gondolom, hogy én ebben rengeteget, tényleg rengeteget nyertem. Nagyon-nagyon sokat tanultam. Úgyhogy ez is lehetséges, viszont ehhez a történethez kifejezetten mondanám a gyakorlást, kristályt, vizet, mindent. Mert hogyha valaki ennyire, hogy is mondjam, ütős helyzetbe kerül, akkor tényleg jó, hogyha bele tud kapaszkodni mindenbe, ami mederbe tudja tartani. Ilyenkor nagyon-nagyon fontos,
Nekem is voltak olyan pillanataim, amikor azt éreztem, hogy ez annyira fáj, hogy szinte így azt éreztem, hogy így sodok, elsodol. És a gyakorlás, és ez az erőtér, illetve hát nyilván számomra az óratartás is volt az, ami tényleg olyan érzés volt, mint hogy tartottak, fogtak volna. Úgyhogy ha ilyen nehéz érzelmi folyamaton léptek át, mentek át, nagyon érdemes belekapaszkodni ebbe az erőtérbe, mert nekem az a tapasztalatom, hogy ilyenkor az égiek is nagyon-nagyon dolgoznak, tesznek azért, hogy ez bennetek nagyon gyorsan átfényesedjen. És amit még az összessel kapcsolatban elmondanék, hogy az elengedéssel kapcsolatban legyetek magatok felé türelemmel. Megvan ennek az ideje, megvan ennek a törvényszerűsége, megvan ennek a folyamata. Minden esetben más. Nem tudnám megmondani azt, hogy mikor, pontosan, melyik történetben, melyik ponton történt meg. Nem tudom azt mondani, hogy mennyi gyakorlás kellett ahhoz, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy megtörtént. Én ezt áldásnak gondolom. Én ezt úgy éltem meg, hogy csináltam, nem adtam föl, kerestem a szeretetet, kerestem a fényt. És amikor az égiek úgy látták jónak, akkor rántottak rajtam egyet, és leesett. És valahogy pont így volt kerek, pont így volt jó. Úgyhogy kitartás, és bízzatok. A barátságok. Ez egy kicsit más téma szerintem, úgyhogy azért is vettem külön. Barátságok átalakulása, megszakadása. Ez azért az embert nyilván máshol tudja érinteni, de nem mondom azt, hogy kevésbé fájdalmas, vagy kevésbé intenzív élmény. Én nagyon sokszor megtapasztaltam az életemben azt, hogy vannak olyan barátságok, olyan helyzetek, amik kicsit ilyen áramlópak, tehát nem annyira konstansak, nem annyira vannak folyamatosan jelen egy ilyen tényleg támogató, jelenlévő barátként, barátnőként az ember életében, hanem kicsit olyan néha van, néha nincs. És nekem ezek a kapcsolatokkal volt problémám, ezek a kapcsolatok voltak azok, amik a leginkább küzdöttem, hogy el tudjam fogadni. De itt is az alázat az, ami segített, az, hogy elfogadjam azt, hogy a másiknak így jó, a másik ember ezt akarja élni, ezt akarja nyújtani, és megtanulni azt, hogy nekem ebben jól kell tudni lenni. És igazából az én szabadságomat is ez szolgálja. Alapvetően én is egy nagyon szabad lény vagyok, úgyhogy én egyszer csak leültem magammal, és végig gondoltam, hogy én örülnék-e annak, hogyha valaki barátként úgy meg akarna fogni, ennyire akarna ragaszkodni. És arra jutottam, hogy hát nem annyira. Úgyhogy megpróbáltam ebből a perspektívából nézni a dolgot, és nem abból, hogy ragaszkodok, a másik miért nem, és úristen miért nem, és már megint miért utasít el, és még sorolhatnám. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy onnantól kezdve, hogy elfogadtam azt, hogy egy kapcsolat átalakulhat, egy kapcsolatban megszületett az, hogy adott ideig közel voltunk, utána esetleg egy kicsit távolabbra kerültünk, az nem feltétlenül jelenti a szeretet megszűnését, sőt, ez nem arról szól. Ez arról szól, hogy az élet áramlásban van. És mindig másra van szükség, és ezzel meg kell tudni békülni. De ez nem azt jelenti, hogy nem jelenhet meg olyan stabil kapcsolat az életünkben, ami meg jelen van, és tényleg támogatni akar. De nekem segített abban, hogy ezek a kapcsolódások, amikre mindig vágytam, ez a stabil, támogató, baráti kapcsolat, sokkal intenzívebben jelen tudjon lenni az életemben,
ha hagyom azt, hogy aki megáramlásba akar kerülni, és adott esetben kicsit nagyobb távolságot szeretne, azokat a kapcsolatokat engedje. De nyilván ehhez nagyon-nagyon sok gyakorlás kellett, és elfogadás magam felé is, és a másik felé is. Úgyhogy ezzel kapcsolatban leginkább én azt tudnám elmondani, hogy kicsit hasonlóan a párkapcsolatokhoz, hogy az égiek tényleg tudják. Én azt tapasztaltam, hogy ahogy megtanultam magam, egyre jobban rájuk bízni. Egyre jobban elfogadni a másik ember és az égiek szándékát. Úgy tudott a béke bennem is megszületni, úgy tudtam én is sokkal szabadabbá válni, és úgy tudtak megérkezni azok a dolgok, amik igazából engem szolgálnak. És ezt baráti szinten én ezt már nagyon élem. Úgyhogy arra biztatnálak benneteket, hogy próbáljatok adott esetben az lélek fél év gyakorlatát végzitek. Tényleg a másikat fényben látni, és adott esetben megnézni azt, hogy az, amit ti szeretnétek tőle, az valóban jó ötlete. Valóban igazságban van-e. És vajon, hogyha ti kapnátok ezt, akkor abban ti hogyan lennétek? Mert ha az ember egy kicsit úgy kilép a helyzetből, a helyzetben lévő saját pozíciójából, akkor néha az nagyon-nagyon tud segíteni. Úgyhogy én ezt tudnám így tanácsként hozzátenni ehhez az egész történethez. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és mindazoknak, akik most először találkoztak az Anamé programmal a videón keresztül, azt mondanám, hogy nézzétek meg a honlapunkat, ott nagyon-nagyon sok információnk van fönn. Ahogy itt a videóból is kiderült, ugye ez egy erős hatású módszer, energiagyakorlatokról van szó, de egy nagyon erős erőtérrel dolgozunk, és ez a módszer segít abban, hogy rátalálj az igazi önmagadra. Segít olyan mély rétegekben változást hozni az életedben, amire tényleg fejből, tudatból nem lehet hatni. És hogyha szeretnél rólunk többet tudni, akkor, ahogy már említettem, keresd meg a honlapunkat, illetve kövess minket a többi social media felületünkön, Facebookon, Instagramon, és hát itt továbbra is a YouTube csatornán, illetve a régi gyakorlóknak, követőknek is szól, hogy továbbra is kövessetek minket, folyamatosan jövünk új anyagokkal, folyamatosan frissítjük a tartalmainkat. Gyertek, gyakoroljatok velünk, és Isten áldjon benne.